A Cashport VB Vlog támogatója, a jéghideg sörök szállítója, a Nonstop Spirit Store. Köszöntünk benneteket, ez a Cashport VB Vlogja, elérkeztünk a második naphoz. Több szempontból is nehéz éjszakánk volt, egyfelől az operatőrben próbáltunk életet lehelni, hiszen azért egy viszonylag tekintélyes mennyiségű munka áll mögötte, másrészt pedig egész éjszaka a adatokat elemeztük és jegyzeteltük. Itt van velünk Nyitrai András Nyitró, illetve Vízi Zalán Zalán. Sziasztok! Három impozáns mérkőzéssel folytatódik ma a II. Világbajnokság. Jekatyerinburg, Szentpétervár és Szocsi a három helyszín. Hát kezdjük praktikusan a 14 órakor kezdődő mérkőzéssel, Egyiptom, Uruguay. Kinevezett egyiptomi szakértőnk, Vízi Zalán. Egyiptomról azt kell tudni, hogy az elmúlt 32 mérkőzésen mindössze 18 gólt kapott. Ebből arra lehet következtetni, hogy a védelem eléggé össze van rakva. Viszont a túloldalon, Uruguayban ott van Edinson Cavani és Luis Suárez. Ez egy nagyon érdekes párhuzam lesz, hogy mire lesznek ők képesek ezzel a védelemmel. Szóval ez például ugye tudjuk, hogy nem csak lábbal, hanem fogakkal is fogjuk. Hát igen. Remélem, az egyiptomi védők erre felkészültek. Hát Mószala az biztos, hogy a vállát félteni fogja, mert hogy ugye Egyiptom kiemelkedő játékos, akitől sokat várnak Mohamed Salah, aki úgy tűnik, hogy felépült a világbajnokságra többé kevésbé. Hát úgy tűnik ugye, most láttam a napokban egy videót, amikor szelfizni akartak vele, és amikor megfogták a vállát, azért még nem volt olyan őszinte a mosolya. És hát azért még lesz vele szemben egy Diego Godin is, aki hát szintén nem az a könnyű típusú védő, aki úgy nagyon simogatná a csatárokat. És hát összeszokott uruguayi keretről beszélünk, ugye Oscar Tavares személyében egy olyan szövetségkapitányuk van, aki 2006 óta építi ugye őket, 2010-ben VB bronzérmesek voltak, úgyhogy azért a meccs esélyesei ennek tükrében ők. Mohamed Salah tehát vállalta a mérkőzést. Ennek ellenére Uruguaynak adnánk ezt a meccset, mert hogy nekik már korábban kijött a jó eredmény. Abszolút így van, én nem gondolnám, hogy lenne Egyiptomnak esélye. Főleg azért is lehet nagyon motivált Uruguay, mert ugye abban a korban vannak a meghatározó sztárjaik, hogy könnyen lehet, hogy ez az utolsó olyan világbajnokság, amikor így együtt lehetnek és igazán top formában vannak. Két válogatottnak meglehetősen sokat utána kellett olvasni, Marokkó és Irán, a következő összecsapás. Mit kell tudnunk Marokkóról? Marokkó egy nagyon érdekes válogatott olyan szempontból, hogy kicsit európainak nevezném őket inkább, hiszen tudatosan a szövetség régóta térképezik fel az európai bajnokságokat, a marokkói származású játékosokat. Ennek szellemében is rakták össze már azt a válogatottat is, mert ugye kijutott a világbajnokságra. Egy példa Hollandiából például 5 olyan játékosuk is van, aki ott született, utánpótlás válogatott volt, aztán felnőtt szinten váltott. Úgyhogy őket inkább majd az európai stílus jellemzi, emiatt én azt gondolom, hogy kicsit ki is fognak lógni az afrikai országok közül. Mit kell tudnunk a perzsákról? Irán viszont az előző VB-n is már kim volt, nagyon szép eredményt ért el, tisztesen helyt állt, Argentinával a végső második helyzettel majdnem le is x-eltek, szóval a tapasztalat talán az irániak oldalán van, viszont szerintem is Marokkó kicsit esélyesebb náluk. Te is Marokkót mondod? Én abszolút. Akkor nézzük a harmadik mérkőzést, ahol nehezebb lesz tippelni. Portugália és Spanyolország 20 órától Szocsiban. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Cristiano Ronaldo mit fog tudni ezen a VB-n nyújtani. Valószínűleg az utolsó komolyabb dobása lehet azok után, hogy megnyerte az EB-t Portugáliának. Úgyhogy erre én nagyon kíváncsi leszek az egész VB folyamán. A spanyoloknak pedig eddig nem alakult jól a világbajnokság. Hát nem, és ráadásul most az előjelek is ugyan nagyon érdekesek. Én még olyat nem láttam, hogy világbajnokság előtt közvetlenül rúgnak a szövetségi kapitányt, ugye, aki lemaradt volna, ugye Lopetegi aláírta a Real Madridhoz, ez a szövetség illetékeseinél úgy kiverte a biztosítékot, hogy másnap is rúgták. Viszont Fernando Hierro meg ugye úgy vette át őket, hogy neki veszíteni valója nincs. Ha nem jön össze a szereplés, nem tehet róla, ha meg összejön, akkor meg igazából túl teljesítette az elvárást már most. Tehát tudsz játékos fejjel gondolkodni, megzavarhatja annyira a spanyolokat, hogy emiatt esetleg gyengében teljesítsenek? Én azt gondolom, hogy nyilván nagyon profi játékosokról van szó, azért a spanyol keret is összeszokott. Nagy kérdés lesz az, hogy Hierro mennyire akar esetleg belenyúlni, változtatni azokon az irányvonalakon, amiket ugye Lopetegi mondjuk a VB előtt elképzelt. Én úgy gondolom, hogy nem, ugye sportigazgatóként ott dolgozott már a szövetségben eddig is. Úgyhogy szerintem apró simításokkal inkább mentálisan kell neki a csapatot összerázni, hogy ne foglalkozzanak már ezzel, csak tekintsenek előre a végső cél felé. Spanyolországot végső esélyesként is tekintik, Portugáliát kevésbé. Kinek adnátok a ma esti meccset? Nehéz megmondani. Én itt a döntetlen pártján állok, mert mindkét válogatott szerintem úgy taktikázik, hogy ez a meccs dönthet mondjuk a csoport elsőségről. Így
mind a ketten szerintem úgy állnak hozzá, hogy inkább ne kapjunk ki. Ebből fakadóan én inkább a döntetlen erre hajlok. Osztom ezt a véleményt, szerintem is mind a két csapat erre hajazik, viszont én kicsit elfogultan bízom Cristiano Ronaldóban, és talán remélem eljutnak az elődöntőig is miatta, úgyhogy talán Portugáliának mondanám egy nagyon szegény gólú, nagyon kevés gólú mérkőzésem. Hát én szembehelyezkedek veled egy kicsit, én azt mondom, hogy ezt a meccset Spanyolország fogja nyerni 3-2-re. Meglátjuk. Valahogy találkozunk a harmadik napon.